mindenkit érint a rezsi emelkedés, és az önkormányzatok számára is egy picit talán át kell gondolni a költségvetést, mire költenek, mire nem. Nagyon sok helyen halljuk, hogy például a tűzijátékot nem fogják tartani. Itt augusztus 20-án mi az, ami várható, mire számíthatnak a lakosok? Természetesen méltó módon megünnepeljük augusztus 20-át tűzijáték nélkül, mint ahogy eddig sem volt, most sem lesz tűzijáték Herceghalmon, viszont lesz megfelelő és méltó műsor, és a díszpolgári cím átadására is sor kerül. Ez rendhagyó Herceghalomban. Két évente tudunk a rendeletünk szerint díszpolgári címet adni arra méltó herceghalmi lakosnak. Ez most majd kiderül, hogy ki kapta. Én biztos vagyok abban, hogy megfelelő helyre kerül, és a képviselőtestület megfelelően döntött. Hogyan dönt a testület a díszpolgári cím odaítéléséről, illetve kik jelen pillanatban díszpolgárok? A testület dönt a díszpolgári cím odaítéléséről. Igazából azok kaphatják meg a díszpolgári címet, akik méltóak rá, mert Herceghalom hírnevét viszik a világban országosan, illetve hosszan évek során olyan közösségi munkát végeznek, és a közösségi élet olyan szereplői, akik méltóak arra, hogy felnézzünk rájuk. És akkor el is mondom, hogy eddig kikaptak díszpolgári címet Herceghalmon. 2013-ban Góg Mátyásné, iskolánk volt igazgató asszonya, illetve 2015-ben dr. Lipka Sándor az orvosunk. Hosszú évekig volt Lipka Sándor Herceghalom orvosa, illetve 17-ben döntött a testület arról, hogy 20 éven keresztül polgármesterként volt a falu élén Schneider László, és abban az évben egy posztumus díszpolgári címet kapott Lányi István is, és 19-ben Dregusné Pusztai Márta kapta meg a díszpolgári címet, és akkor legyen az egy picit még titok, hogy augusztus 20-án kiveheti át 2022-ben Herceghalom díszpolgára elismerő címet. Itt Herceghalmon a költségvetésben kell-e módosítani, változtatni, akár hogyha a téli időszakot nézzük, a fűtési szezont? A szociális keretünk az viszonylag nagy. Én azt gondolom, hogy nyilván tudunk majd segíteni az arra rászorulóknak. Én azt kérem, akár a BKTV-n keresztül is, hogy a herceghalomiak bátran forduljanak, akik átmeneti krízishelyzetbe kerülnek, bátran forduljanak az önkormányzathoz.